Üdvözlünk a Bacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan embert hoztunk el nektek, akik túlélték a lehetetlent. Was the story of the marvelous man true? If so, how in the world did he manage to escape? Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan embereket nézzük meg, akik túlélték az elképzelhetetlenül ijesztő és látszólag halálos történéseket. 10. Errol Ralston. Mára már Danny Boyle-nak és művének a 127 órának köszönhetően mindenki ismeri Ralston hihetetlen történetét. 2003 áprilisában Ralston egyedül túrázott a Utah állambeli Blue John Canyonnál, amikor egy borzalmas baleset történt és beszorult a bal karja egy 360 kilós szikla alá. Ralston 5 napot töltött el ebben a szorult helyzetben, és biztos volt benne, hogy meg fog halni. Az 5. nap végére felvette egy búcsúüzenetet a családjának, belevéste a nevét és születési idejét a sziklába, illetve a halála időpontját is. My name is Aaron Ralston. My parents are Don and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure, but I would appreciate it. Ezt egy hallucináció követte, ahol magát látta egy kisgyerekkel. Ralston megcsinálta a lehetetlent és levágta a saját kezét egy olcsó svájci bicskával. Egy igazán izgalmas történet, ami brilliáns példája az emberi találékonyságnak és kitartásnak. There will never be a more powerful experience for me. It was absolutely the greatest feeling to be given the chance to get out of here. 9. Chris Gursky. 3, 2, 1, go! Ha van bármi is, amit kiragadnánk ebből a történetből, az az, hogy ne felejtsetek el húzózkodni. Miközben svájci vakációját töltötte, Chris Gursky úgy döntött, hogy sárkányrepülőzik egyet. Szerencsétlenségére a pilóta elfelejtette a biztonsági kötéseket felrakni, így Gurskynek szó szerint az életért kellett kapaszkodnia. Több mint 2 percig lógott a sárkányrepülőről több 10 méteres magasságban, és így a szorítása volt az egyetlen, ami megmentette az alatta elterülő fáktól. I was slipping slowly with my right hand from his neck all the way down to the bottom of his leg. My left hand I locked onto that bar and I wasn't letting go. Szerencsére Gurskynek sikerült élve megúszni a dolgot, bár a csuklóját azért eltörte a durva landolásnak köszönhetően. A kemény megpróbáltatás nem ijesztette el Gurskyt a sárkányrepüléstől, és soha nem perelte be a céget, hiszen egy jó gyereknek írta le a pilótát. If I had the chance to fly with them again, I would. 8. Mauro Prosperi. 1994-ben az olasz öttusázó Mauro Prosperi úgy döntött, hogy részt vesz a Marathon des Sables ultramaratonon, ami több mint 150 kilométert ível át a Szahara sivatagon. 4 nappal a verseny kezdete után Prosperi elveszett egy vad homokviharban és egy szentélyben talált menedéket. Közben úgy oltotta a szomját, hogy nedves csövekből szívta ki a folyadékot, valamint kiszívta a vérét a denevéreknek, amiket sikerült elkapnia. Később megpróbálta megölni magát, ami szerencsére nem sikerült, és így tovább küzdött a menekülésért. Nel coprirmi mi è uscita la fede è scivolata, è andata in mezzo alle dune. A quel punto ho detto caspita. All'inizio detto evidentemente è il mio destino, anche la fede l'ho persa. Prosperi idővel belebotlott egy kis kecskeszarba, amit elkezdett követni, és az elvezett őt egy táborba, ahol a tuareg nomádjai éltek. Utána elvitték egy kórházba, mivel másfél hetet egyedül túlélt a kopársivatagban. I 9 giorni è come se fossero stati quei 9 giorni di che io ero dentro la pancia del deserto e poi sono rinato. 7. Latgersia Baris. 30,000 dead, one man alive. How? A Karib-tenger Párizsaként is ismert Martinique szigeti Saint-Pierre városát megtizedelte az 1902-ben kitört Mount Pelée vulkán. 8.02-kor május 8-án piroklasztikus áramlás ütött be, ami az egész várost elpusztította, nagyon kevés túlélőt hagyva maga után. Az egyikük Ladgar Szilbarisz volt. Egy éjszakával a kitörés előtt Szilbariszt börtönbe zárták fizikai bántalmazás miatt. Bedobták egy cellába, ami úgy tűnik a legbiztonságosabb hely volt a városban, köszönhetően a falainak, rossz szellőzésének és a föld alatti elhelyezkedésének.
The cell he was in had been built as a armory, as a place to store ammunition. So it had been built with incredibly thick walls, and it so happened that the only openings in it faced away from the eruption. Silbaris túlélte az áradást, de komolyan megégett a forró levegőtől, ami egy kiskapun keresztül beáramlott. Később Barnum és Bailey cirkuszával turnézott, és ő volt a férfi, aki túlélte a világ végét. How could an eruption kill a town's entire population save one? No volcano in history had ever been so thorough in its devastation, and yet so selective. 6. Vesnan Vulovics. Sok ember fél a magasságtól, de ez teljesen új szintre emeli ezt a kérdést. Vesnan Vulovics egy légiutas kísérőként dolgozott a JAT 367-es járatán, amit Németország felett lelőttek. Mindenki mást kirepített a nyomáscsökkenés, de Vesnának volt akkor a mázlia, hogy egy ételkocsi beszorította őt a gép törzsébe. Utána 10.000 méter magasról lezuhant egyenesen a föld felé, ahol a becsapódást sikerült tompítani a magas fáknak és a mély hónak. Rengeteg sérülést szerzett, de Vulovicsnak sikerült megmenekülnie, miután megtalálta őt egy helyi falusi. Amnéziás lett és egy kis időre deréktől lefelé le is bénult, de Vesna idővel felépült, igaz, kicsavarodott gerinccel és egy kicsit bicegve. 5. Anna Bagenholm. 1999. május 20-án Anna Bagenholm a kollégáival síelt, amikor beleesett egy megfagyott tóba. Ott beszorult a feje és a törzse a nagyjából 20 centis jégréteg alá. Anna was trapped hopelessly beneath the ice, and was slowly but surely freezing to death. Anna kollégái megpróbálták kiszabadítani, de nem jártak sikerrel. Szerencsére Bagenholmnak sikerült találnia egy légbuborékot, de a 40 perc a jéghideg vízben sajnos szívleálláshoz vezetett. Idővel sikerült kiszabadítania őt egy menekítő csapatnak, ami után elvitték a kórházba. Ott megmérték a testhőmérsékletét, ami a valaha mért legalacsonyabb 13,7 fok volt. Even though Anna looked dead, the doctors knew that the hypothermia, the very thing that had stopped her heart, might also have preserved her brain. Bagenholm a műtét után elkezdte az életjeleit mutatni, ami után több hónapot töltött lábadozással a kórházban. Anna azóta teljesen felépült, leszámítva a pár idegsérülést a kezében és a lábában. So now I'm back to work as a normal doctor. I do exactly the same things as everybody else. And you're out skiing, yeah, I understand, cool. Doing everything you were before. Yeah, I take a bit more care. 4. Harrison Okene. A nigériai séf Harrison Okene egy vontatóhajón dolgozott, ami egy olajszállítót stabilizált az Atlanti-óceánon. Szerencsétlenségére a hajót pár igen vad hullámost romolta, ami fel is borította azt, és így a 30 méter mély óceán fenekére süllyedt. Bár a legénység nagy része életét vesztette sajnos a balesetben, Okene életben maradt, és valahogy eljutott a mérnökök irodájába a teljes sötétségben. It's a once-in-a-lifetime miracle. It's beyond belief. How did this guy survive for 60 hours underwater? Az iroda kb. Másfél méter magasan volt, és keletkezett benne egy légbuborék, melynek köszönhetően Okene is tudott lélegezni. Ezután rögtönzött egy bóját egy matracból, és több mint 60 órát maradt a vaksötét légbuborékban. Idővel megmentette egy csapat búvár, akiket azért küldtek, hogy megkeressék és kihozzák a hullákat. Divers gave him an oxygen mask and put him in a diving bell to get him the 30 meters to the surface. He was the only survivor from the 12-member crew. 3. Az Andok túlélőinek a csodái. Az egyik legdurvább túlélő történet valaha ehhez az eseményhez köthető, amiről már könyvet írtak, a megfilmet is készítettek. 1972-ben, október 13-án az uruguayi légierő 571-es gépe lezuhant az Andokban, és 34 túlélő ragadt a fagyos hegyen. Az ezután következő 72 napon a túlélőknek mindenféle nehézséggel meg kellett küzdeniük. To stay alive, the survivors huddled together inside the plane's fuselage, sharing their body heat. At 4,000 meters, temperatures outside can drop as low as minus 40 degrees Celsius at night. Their only hope is to be rescued. A legtöbben komolyan megsérültek a katasztrófában, amit aztán 17 nappal a baleset után egy halálos lavina is követett. Mindannyian meggyengültek az éhségtől, melynek következtében hihetetlen dolgokat kellett kiállniuk. A megmentés bármiféle reménye nélkül két túlélő elindult megmászni egy 5000 méter magas csúcsot, mindenféle hegymászó felszerelés nélkül, ami végül sikerült is nekik, és eltúráztak Chilébe, ahol végül segítséget is találtak. A 34 túlélőből végül 16 jutott haza.
Második, Louis Zamperini és Russell Phillips. A háború pokol mindenki számára, de ezek az emberek egy konkrét pokollal néztek szembe. Miközben egy mentőakciót hajtottak végre Oahutól délre, a B-24-esük mechanikai meghibásodást kapott és belezuhant az óceánba. A 11 emberből csak 3 élte túl a balesetet. They were now floating in the middle of 65 million square miles of water. Amíg ott hánykolódtak, rendkívül kemény dolgokkal kellett megküzdeniük, éhezés, szomjazás, cápatámadások és egy irgalmatlan nagy vihar, na meg a japán bombázók is megpróbálták őket lebombázni. Esővizeken és halakon éltek túl. A harmadik férfi Francis McNamara idővel sajnos meghalt. Viszont elkapták őket a japánok és börtönben tartották őket, mint háborús bűnösöket, és többször is megverték őket. I got good news. And bad news. Minden számításuk ellenére túlélték és elengedték őket, persze csak azután, hogy véget ért a háború. Mielőtt felfednénk az első helyezettünket, íme néhány vigaszdíjas. Anatoly Bugorszky. Az orosz fizikus túlélt egy 300 000 röntgenes protonsugarat a fején. Violet Jessop, más néven Miss Unsinkable. Ez a stewardess túlélt 2 süllyedést, köztük a Titanicét. Ralph Flores és Helen Klaben. Mindketten 49 napot éltek túl Észak-Kanadában egy repülőgép balesetet követően. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Tsutomu Yamaguchi. I have walked and crawled through the bottom of hell. I should be dead, but it was my fate to keep on living. A japán tengerészmérnök Tsutomu Yamaguchi éppen Hiroshima-ban üzletelt, amikor az amerikaiak ledobták az atomot 1945. augusztus 6-án. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Yamaguchi végignézte a robbanást, ami természetesen egy kis időre meg is vakította. A sugárzás is megégette, és a dobhártyája is beszakadt. Valami pofátlanul elképzelhetetlen módon hazament, és 3 nappal rá már el is kezdett dolgozni. Otthon, ami nem máshol volt, mint Nagasakiban. Miközben a hiroshimai bombázásról beszélt a főnökével, az amerikaiak ide is megérkeztek egy atombombával. The second bomb was intended for the city of Kokura, but it was too cloudy. So the plane moved on to Nagasaki. Desperately short of fuel, the crew released the bomb despite more clouds. A Hiroshima-ban történtekkel ellentétben Yamaguchi itt nem sérült meg, annak ellenére, hogy kevesebb mint 2 mérföldre volt a nulladik ponttól. Bár később életében rengeteg sugárzás okozta betegséggel küzdött, Yamaguchi mégis 93 éves volt, amikor 2010-ben elhunyt. Ti ismertek hasonlóan lélegzetelállító történeteket? Volt már iszonyatosan nagy szerencsétek? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!